Sziasztok! Nagyon sokan írtok nekem, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon sokan kérdezitek tőlem azt, hogy Andris, hogyan leszek jobban? Hogyan tudom, hogy a megfelelő munkahelyen vagyok? Honnan tudom, hogy minden rendben van a párkapcsolatommal? Honnan tudom, hogy azzal az emberrel élek együtt, akivel nekem együtt kell élni? Hogyan? 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 Hogyan jutok valamilyen tudáshoz? Ez egy központi kérdés mindenkinél. Sokáig nálam is ez egy központi kérdés volt. És én most hozok nektek egy tartalmat, ahol felfedem a hogyannak a titkát. És arra gondoltam, hogy ezt most vágatlanul fogom megcsinálni ezt a videót. Egyébként sem szoktam túl sokat vágni a videókon, sőt, általában nem vágok a videókon. De mégis előfordul, de most szándékosan bármi is történjen ebben a videóban, akár megvakarom magam, vagy köhögnöm kell, vagy bármi, azt én benne fogom hagyni, és szerintem ezt a végén meg fogjátok érteni, hogy miért van. Úgyhogy a hogyanra szeretnék választ adni. Nagyon sokan írtok nekem, hogy oké, értem, amit mondasz, de hogyan? Hogyan leszek jobban? Hogyan meditáljak? Hogyan mélyítsem el a meditációt? Hogyan? Hogyan csináljam azt, hogy? Hogyan csináljam ezt? Hogyan ne csináljam? Hogyan, 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 hogyan? Na, nem akarom ezt tovább húzni, és egy ilyen dobpergéssel akkor, vagy egy dobpergés kíséretében elmondom a hogyant. A hogyanra a legjobb megoldás az, hogy és most látjátok? Nagyon érdekes, hogy most tökre megállt minden. Hogy ne akarjál megúszni semmit. Egyáltalán miért akarod megúszni? Tedd föl magadnak azt a kérdést, hogy mi az, amit meg szeretnél úszni? És miért akarod azt megúszni? Mi van ott, amivel nem szeretnél találkozni? Miért akarod elkerülni? Miért akarsz menekülni? Miért akarod megúszni azt, amit? Miért akarod azt megúszni, hogy találkozzál valakivel? Miért akarod azt megúszni, hogy beszélj a főnököddel? Miért akarod megúszni azt, hogy beszélj őszintén a pároddal a kapcsolatotokról? Miért akarod azt megúszni, hogy beszélj a gyermekeddel valamiről? Miért akarod azt megúszni, hogy szembe menjél és találkozzál a félelmeiddel, a démonjaiddal? Mit látok ott, hogy mi fog történni, hogyha én közel megyek a félelmeimhez, a démonjaimhoz? Mi fog történni? Miért akarom megúszni? És ilyenkor nagyon jól meg tudjuk fogalmazni a miértet, hogy hát mert akkor ott akkor az fog történni, az olyan kellemetlen érzés lesz, és akkor nem fog neki tudni mit mondani, és hogy dehogy ő engem megbántott, és pontosan tudjuk azt, hogy milyen cselekedettel fogom elkerülni, megúszni. De hogy nézzünk rá az érzésre, hogy mi van mögötte. Mi van az érzéssel? Mi az az érzés, amitől félünk? Mi az az érzés, amivel nem akarunk szembenézni? Mi az az érzés, amivel nem akarunk találkozni? Azt toljuk el magunkkal, ellenállásba vagyunk, azért akarunk megúszni valamit, mert azzal az érzéssel ellenállásban vagyunk. Az nem akarom, hogy itt legyen velem. Azt el akarom tolni magamtól. Nem merek ránézni. Nem merek találkozni vele, nem merem megölelni. Valamiért ott van egy démonom, de nem merek találkozni vele, nem merek ránézni sem.
Mi az az érzés a cselekvés mögött? Mi az az érzés, ami miatt elkerülöd ezt az adott helyzetet? Ami miatt folyamatosan meg akarod úszni azt a valamit, amit meg akarsz úszni? Van kedvetek játszani egyet? Gondoljon mindenki arra, hogy mi volt az elmúlt egy hétben, amit meg szerettél volna úszni. Lehessen bármi. Csak álljatok meg egy pillanatra, és gondolkozzatok el azon, hogy volt-e ilyen esemény, vagy volt-e ilyen helyzet, vagy volt-e bármi, amit meg szerettetek volna úszni. És most tegyétek fel magatoknak a kérdést, hogy mit profitáltam volna belőle, ha megúszom? Mit kapok tőle, ha megúszom? Miért akartam megúszni? És fel fog jönni egy cselekedet. Mert akkor nem kell, hogy találkozzak vele. Mert akkor nem fogok konfrontálódni a főnökömmel. De hogy egy konfrontáció mögött, bármilyen cselekmény mögött, fel tudod-e ismerni azt az érzést? Szégyelni fogom magam. Annyira dühös leszek, hogy szét fogok robbanni. Fel tudod-e ismerni azt az érzést, ami ott van a cselekedet mögött? Mert ha fel tudjátok ismerni azt az érzést, akkor azt is fel tudjátok ismerni, hogy milyen szükségletetek van abban a helyzetben, mire van szükségetek abban a helyzetben. Mert ha az a szükséglet ki van elégítve, akkor minden visszabillen. De ha az a szükséglet nincsen kielégítve, akkor az a hiányérzet fogja okozni azt az érzést. Hogyan? Amikor közelmész valamihez, egy érzéshez, egy félelemhez, bármihez, és szembenézel vele, akkor teljes nem tudásba vagy. Egyrészt meg kell, hogy álljál. Nem lehet rohanva szembenézni valamivel. Meg kell, hogy álljál. Le kell, hogy lassulj, le kell, hogy csendesedj. Meg kell, hogy álljál. És ott tudsz vele lenni egy picit. Ott tudsz égni abban a helyzetben. Ott tudsz benne lenni, megmártózni. Ott tudsz szembenézni azzal a félelemmel. És amikor szembenézel vele, amikor szembenézel a halállal, akkor tud valami újjászületni. Akkor tud valami új elkezdődni, ha megálltál, és ott vagy vele, és szembenéztél vele. Elég bátor voltál, hogy szembenézzél vele, akkor tud valami újra kalibrálódni. Különben csak újra meg újra megerősíti magát a program, és futni fog, és bugyogni fog, és nyomkodni fog. De ha megállsz, és úgy döntesz, hogy nem követem ezt a mintát, hanem ránézek, visszanézek, visszamosolygok a halálra, akkor egyszer csak megmutatja magát a hogyan is. Cselekvés szintjén. Ezért szoktam mondani, hogy valójában nincsen hogyan. A hogyan az mindenki számára más és más lesz. Minden helyzet más és más. De amikor bele tudsz lazulni, és elég bátor vagy, hogy odadobjad magad, és égél egy ismeretlen helyzetbe, égél a nem tudásba, a félelmeiddel együtt, akkor meg fog érkezni az a tudás, amire szükséged van. Meg fog érkezni a hogyan. De ahhoz, hogy megérkezzen,
ahhoz föl kell adni, föl kell tenni a kezedet, meg kell adnod magad, meg kell engedned azt, hogy ott nem tudsz semmit. Meg kell engedjed a kontrollvesztett állapotot, hogy ezt nem te irányítod, és minden történik magától. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz nem menekülnöd kell, nem megúsznod kell, hanem oda menned. Oda menni, közel hozzá. Azért nem akarok ebbe a videóba semmilyen formába belenyúlni. Mert nem akarom megúszni azt, hogy szembenézzek azzal, hogyha valami nem lesz ebben tökéletes. Oké vagyok vele, hogyha belebakizok. Szembe tudok nézni azzal a szorongásommal, félelmemmel, hogy akkor most mondtam valami hibát nyelvtanilag, vagy viszketett a nózim, és meg kellett, hogy vakarjam. Szembe tudok nézni azzal, hogy mit fognak szólni mintámmal. Miért nem lehetett ezt kivágni mintámmal? Tökéletesre kell mindent csinálni mintámmal. Legyél te is a programoddal, legyél te is a mintáddal, és égjetek együtt a jelenben, az itt és mostban, ahol csak megálltok, és farkas szemet néztek egymással. És ez a közös égés, ahol ott benne vagy, és nem mozdulsz, és szembenézel vele, ott fog minden újra kalibrálódni. Mennyire engedett bele magad egy helyzetbe, ezen múlik minden. Mennyire engedett bele magad az ismeretlenbe? Mennyire tudsz bele süppedni a teljes nem tudásba? Mennyire tudod beleengedni magad abba, hogy vakon vagyok, és csak irányítanak engem? Minél jobban bele tudod engedni magad ebbe, annál nagyobb lesz az átkattanás. Ez nem is biztos, hogy igaz egyébként. De hogy az biztos, hogyha beleengeded magad, akkor átformálódik minden magától. Már a minta nem fog tudni hatni rád. Beleengeded magad a nem tudásba, beleengeded magad a félésbe, beleengeded magad mindenbe, ami ismeretlen, ami bizonytalan, nem tudván, hogy mi fog ott történni, de tudván azt, hogy az élet nem hibázik. És minél többször akarod ezt megúszni, annál többször kerülöd el azt, hogy szembenézzél a démonjaiddal. Nézd meg, hogy hány olyan helyzet van, amit meg akarsz úszni. Ú, de jó, hogy nem kell bemennem ma dolgozni, mert úgyis ez is ez történt volna. Miért akarod megúszni? Hát abban van a tanulás, a legnagyobb tanulás abban van, hogy nem akarod megúszni. Amikor belehelyezed magad a helyzetben, abban van a legnagyobb tanulás. A világ legnagyobb tanulása, a fejlődés az abban van, hogy beleengedem magam az ismeretlenbe. És minden átalakul magától, minden történik magától. Nekem semmi dolgom nincsen, nincsen hogyan, nem tudom nektek megmondani a hogyant. Egyetlen egy hogyan recept van mindenre, hogy beleengedem magam, és nem akarom megúszni. Semmit nem akarok megúszni. Legalábbis amivel dolgom van, azt nem akarom megúszni. És lehet, hogy most nekem is egy mintám itt fölbugyogott.
ne akard túlélni, ne akard megúszni, menj közel hozzá. Köszönöm szépen. Sziasztok!